Pestek Bocskor, vasárnap este itt az ATV-n. Nagyon-nagyon örülök, mindjárt elmondom, hogy kinek. A második vendégemnek egy éve nem láttuk, de először mutatnám az elsőt. Itt van velünk Jakubcsek Gabi! És tényleg egy éve nem volt nálunk. Hargitai Bea! Berti Krisztián! És Lovász Laci! Jaj, de jó! Itt veletek. Annyira izgulok, hogy mikről fogunk beszélgetni. Tudom, hogy a te új műsorod is érdekel, de legelőször te, Bea. Hát szerintem is velem kezdjük. Egy éve, legalább egy éve nem láttunk, mert ilyenkor ebből a műsorban sokszor kihalásznak a nagyobb csatornák, mint például téged akkor, elhelyeznek... Itt fedeztek föl! Igen. Sokan és én is itt ezen. Vagyok még. Tényleg, egyébként a Laci a felfedezés küszöbén, és mindenkinek ajánljuk Lacit. Innen már kerültek nagy csapatba emberek. Majd adok kontaktot, hát hogy vagy. Kontakt? Felfedezés. De kontaktot, és akkor... De... Adok kontaktot. Ügynökségi díjat viszem el. De nem tudom, eddig benne voltál a történetben, de örülök. Na, Bea, tényleg, másfél év volt talán? Több is, mint egy. Hogy mi van veled azóta? Hát én azóta eszek, meg... De nem, tényleg, hát voltál abban a gigantikus tévéműsorban, azt szeretted, élvezted? Nagyon, jó. És hiányoztok, mindig írtál, hogy hiányoztok, és szívecskéket küldtél. Ez nekem a szívem csücske, ez a műsor. Jól is állt, az neked nagyon jól állt. Igen. 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 Jó volt. Nem, az nagyon jó érzés, hogyha nem csak szép, hanem még mond is valamit. Meg is lepődtek. Nem is lepődtek, mert elsősorban nem azért hívta. Igen, de meglepődtek, ugye? És kétszer nem tudsz ugyanabban a műsorban szerepelni? Kétszer egymás után? Hát minden? Nincs elég kontakt. Nem elég a kontakt? Bocs. Hogy közölték veled, hogy idén már nem? Közölni sem. Onnantól síri csend? Nem, utolsó műsor lement és síri csend? Nem, dehogy is nem, hát az nem, de jobban vagyunk meg egyáltalán. Az de más lett a, ez a duma, tudod? De nem, más lett a koncept, és de nem még, amit el akartam mondani, hogy az elmúlt másfél évben, ami történt velem, megtanultam csehül. Hát ez egy folyamat, heti kétszer van online Zoom órám. Igen. És hát nagyon jól megy. Hanem a gyerek elkezdte az iskolát, ahol csehül fog tanulni, és nekem nem mondja azt, hogy az anyja egy idióta, hogy nem beszél csehül, mert mi motiválja a gyereket? A példa. Tehát én nem fogom tudni mondani a gyereknek, hogy beszél csehül, amikor azt fogja mondani, hogy anya, te se beszélsz, úgyhogy hát meg kellett tanulja csehül. És akkor olyannyira, hogy használod is? Tehát Prágában jössz, mész, bevásárolsz, kommunikálsz, csehül. Igen. Válaszolsz az egyik kérdésére, bocsinak, majd csehül? Csehül, persze. De ja, és még... Én tudom. És még spanyolul is elkezdtem tanulni. Azt nem tudom minek, de... De nagyon hasonló. Utána már könnyen megy a cseh után. Segít. Én egy mondatot tudok csehül. Igen. Szecko nelepsik na rozenina. Szecko nelepsik. Nelepsik. Szecko nelepsik na rozenina. Szekno. Nem. Én Melnyikben tanultam, te hol tanultad? Én Prágában. Én Melnyik, ott van Prágától 30 kilométerre. Ott van. Tájszólás. Ott van a cukorgyár. Všechno. De még egyszer kimondod? Všechno. Igen. És az mit jelent a všechno? Az mind. Igen, az enyém is. Igen. Jó, eddig Prága Melnyik. Igen. Nejlepsi. Nejlepsi. Narozeninám. Igen. Narozeninám, az a születésnap. Igen, tehát? Boldog születésnapot. Minden jót. Nem, de hát ez a boldog születésnapot. Igen. De nem Csehno. Nincsen, azt te rosszul tanultad meg. Tényleg? Csehno.
Tehát ezt... Mondom, mennyikben tanultam. Prágában azért elvágják a torkot. És még egyet tudok? Igen? Bugyik. Bugyik. Az egy város, nem Magyarországon. Az a Becker, az ébresztő óra, a bugyik. Ja, az már mi nem használunk ebben az évszázadban. Jó, Gabi, na. Hát neked meg elindult az új műsorod, tegnap volt az első adásban, amennyiben ma vasárnap van. Nyitál, tegnap volt. Sikeres volt? Jó, várjál, várjál. Nem, nagyon érdekes, mert anyukám kérdezte egy félve telefonon, hogy nagyon-nagyon szeretem a Jakubcseket, de hát ez most akkor ez a beszélgetés, ez most nem lesz, hanem táncolni fog? És mondtam, hogy anyukám, én se vezetek autót a műsoromban, pedig úgy kezdjük. Tehát, hogy igen, nyugtass meg, hogy akkor ez nem egy táncműsor. Dehogy is, ez egy Jakubcsekes műsor, amiben mélységek, magasságok lesznek, közismert emberek, mellett olyan civilek, akik valami rendkívülit csinálnak, vagy a közismert ember a hétköznapi ügyeivel. Én beleférek majd? Vagy bele! De ez egy téma kapcsán? Vagy nem, vagy rólam? Most fordítva van, te vagy a fókuszba, és majd mi kitaláljuk, hogy mi lesz az a... Ó, az nem az én műfajom. Meg de, nagyon fogunk szeretni. Igen. Mindenki nagyon szeretve van, mert oda csak az jön, aki nagyon szeretve van. Aha. Én nem megyek abban. Na, egyébként itt a promóval kapcsolatban is megosztanak a vélemények, mert azt mondják, hogy zseniális, valaki azt mondja, hogy borzasztó, de szerintem nézzünk bele, és akkor beszéljünk róla egy picit. Magattól kellett elindult a kamera, vagy volt egy koreográfia? Hát nem, ez maga a filmből a jelenet, a Kultikus ponyvaregény című filmből, ugye a John Travoltával táncol az Uma Thurman, és ugyanilyen fapofával, csak ezt nagyon sokan nem értették, hogy miért vagyok ilyen mogorva, de hát alig tudtam magam visszafogni, hogy ne röhögjem szét, mert hát azért az egész táb röhögött. Tényleg? Az, hát igen. Neked nem szabadott. Hát nekem. Na, de egyébként rengetegen nagyon örülnek, Gabi, új műsor, aztán van, aki nyugdíjba küld, hogy most már menjél, de nem, azért sokszor beszéltünk mi erről. Bizony. Sokszor beszéltünk mi arról, hogy miért van az, hogy Magyarországon ugye mindig ez a féktelen fiatalitás van a televíziózásban, holott egyébként nyugatabbra gyakorlatilag a 40-50 fölött kezd el valaki tényleg igazi tévésztárrá válni, hogy hát rábízzák a... hamarabb szerettem volna, de igen, ebben igazán van, de... A korhoz kötés az egy teljesen furcsa ügy, nem? Ugye? Igen. És az autóvezetést, ezt értem, hogy korhoz kötik, de azt is inkább szemvizsgálathoz kéne, nem? Meg én azt gondolom, hogy tévéműsor műfaj függően kéne korosztályt választani. Abszolút. Tehát most nagyon kíváncsi vagyok itt mindenkitől ebben a körben, hogy ti milyen korosztályt tartanátok hitelesnek, mondok egy pár műfaj, mondjuk foci mérkőzés közvetítésre. Hát milyen... Én nem korosztályt, de hogy én nem nőt. Tehát, hogy na jó, nem nőt, de az is érdekes. Én például nem nőt. De nem tudom miért, tehát nem akarok semmit. De annyira férfi sportnak van elkönyvelve, egyébként miért nem nő? Hát nő futballbíró is van már a Bundesligában. Egy 30 éves férfi hiteles egyébként futball közvetítése? Hát ha már futballozott és mondjuk látott már labdát és ismeri a szabályokat, akkor szerintem hiteles lehet benne. De szerintem egy 20 éves is. Engem 20 éves is hiteles. Hogyha csak arról van szó, amit látok. Tehát én nem az, én azt látom, hallom. Igen. Is. De biztos, hogy azt... Hát akkor érted, akkor otthon le tudod halkítani, de én, aki outsider vagyok ehhez a sporthoz, engem érdekel az, hogy mondjon már róla valamit még pluszba, aki ott fut, meg nem tudom, én meg magyarázom néha. Engem például sokkal jobban érdekelne egy olyan közvetítés, ha mondjuk egy ilyen társaság van egy szobában,
az ki van rakva mondjuk a sarokba, és hallom az összes itt lévő embert, hogy hogyan és miként vélekedik az adott mérkőzésről, fél időben pedig reklámok helyett mondjuk összeütünk egy 15 perces brassóit, jó, megint beszélgetünk, és mondja a második fél idő. 15 perces brassói. Tészta legyen. Hogy tud főzni a Krisztián? Mi? Mint az állat. Na. 15 perces brassói. Hát mondja a fél idő csak azért. Ja, hát igen. Milyen korosztály hiteles szerintetek híradósként? Én csak és kizárólag újságírót tudok elképzelni híradósként. Tehát eleve legyen az a szakmai múltja, vagy jelenebb, vagy bármi. Kell tudnom, hogy érti, hogy amiről elhiszed, beszél. Tehát, hogy ő tudja, hogy miről beszél. Nem, már láttam is, hogy tudja. Mert most van az elhiszem, és én meg azt gondolom, hogy a világban az van, hogy láttam is, hogy tudósított valahonnan. Ott volt, terepen volt, érdekel. Megírta, értette, és van egy rangja ennek a műfajnak. Egyébként az, amikor ő ad arcot annak, ami a világban történik. Ez a világban, rajtunk kívüli országokban így van. Ez abszolút így van. Itt tehát egy 25 éves eleve nem tud hiteles lenni, akkor is, hogyha elvégezte a média szakot, nem tudom hol. Hát Magyarországon elvégezte valaki a média szakot, azért az mindegy, hogy 25 vagy 50, tehát azért láttuk ezeket a média szakokat, de egyébként is azon, ezért, tehát, ezért is végezte el? Ha korhoz... Neked való, Krisztián! Neked való, ilyenek jönnek ki onnan. El se kellett végeznem. Krisztián, elfogadnád-e híradósnak? Miért? Hát nem. Miért pont híradósnak fogadná el? 41, miért? Más, más a karaktere. Hát, mi hiányzik a Krisztiánból? Mi nem? Híradós? Mi nem? Nem, hát nem. Nézzem, hogy nem hiszed el neki, amit mond. Nem, hát nem. Nem. Most mondta, nem. El tudjuk-e kapni azt a... Mindig ott a mosoly a szemébe, ami már a következő, meg a következő, meg a következő verzió van a fejében. Nem az, amit ott... Mint a vízfolyás. Röviden, amit a beállom. Nem is értem, hogy miért nem kértek még fel híradósnak. Ugye? Tulajdonképpen. Egy game show. Milyen korosztály van a hiteles? Egy game show vezetésében. Pici tudás alapú... Game show. Hát de milyen? Hát, mint egy... Korosztály, kérdezem csak. Egy quiz műsor. 35 plusz. 35 plusz. Szerintem is 35 plusz. Igen, ez kell ahhoz is. Igen. Egy late night show, egy late night, ilyen talk show. A te korosztályod. Az pont az enyém. Jaj, Krisztián, miért? Jaj, Istenem. Igen. Azt mondtad, 40 plusz fölött kezdenek megérni ugye a tévések. 41 vagyok, most kezdek majd beérni. Valószínűleg csak kapok egy late night show-t. Én nagyon bírom, tehát hogyha ott már valaki kifejezetten benne van a korban, tehát az érettebb a humora is szerintem. Tehát, hogy én amiatt sokkal jobban bírom, hogyha ez ilyen 50 plusz, akár 60 plusz, simán. Hát figyeljetek, azért az alapvetően ezekhez a műsorokhoz kell, hogy legyenek történeteid. Történetekhez kellenek eltelt évek és élmények. Abszolút. Tehát azt nem tud megspórolni. Tehát igen. Ez nem egyszerűen korhoz van kötve, hanem sokkal inkább élethez van kötve. Tehát élettapasztalathoz, humorhoz, iróniához, ahhoz a képességhez, hogy már magadon tudj nevetni. Ez egy nagyon fontos képesség szerintem ezeknél. De van neked, ki a kedvenc cseh műsorvezető? Nem nézek cseh tévét, de amúgy... Hát onnan tanulnád a nyelvet. Nem én vagyok a célközönség, de én a sztereotípiákat szeretem, tehát én nem megyek például, hogyha fáj, mit tudom én, nőgyógyászati bajom van, akkor nem henteshez megyek. Tehát, értelek, erről is beszélhetünk. De miért, hova mész? Én is sokáig azt hittem, hogy urológus a fehér köpeny miatt, aztán... Jó, be a szuper vagy, de mit akarsz ezzel mondani? Én a tévéműsorokat, én csak úgy azokat szeretem nézni, akiről tudom, hogy hiteles, és azok általában nem fiatalok. Tehát, hogy nem, én egy fiatal embert, nőt, férfit, lányt, fiút, én azt nem találom hitelesnek, bár egy szórakoztató műsornak, ha nem műsorvezető, hanem csak ott van, az egy más kérdés, de egy műsorvezető, én azt szeretem tudni, hogy neki van tapasztalata. Azok pedig már az korral jár, tehát az idősebb. Hát nagyjából, amit a Gabi mondott. Igen. Neked annak idén a kölyök idő pokoli lehetett. De én még nem éltem akkor.
De engem például amikor délelőtti vagy reggeli magazin műsort, nem, nagyon fiatalok vezetnek. Tehát én már a Berkit kiöregedettnek találom. A délelőtti magazin műsor volt? Igen, mert az például sose az a kaptam műfaj. Olyat, hál' Isten. Nem, hogy az a műfaj, ahol szerintem virágozzék ezer virág. 3-4 perces interjúkat kell készíteni, kellene egy ilyen fiatalos lendület, hozza a bohóságát, induljon el a reggel. Ott meg mindig átmentik az idősebbeket oda, hogy már csak elketyeg, ott már nem bírja a szíve a 6 percet, majd elbírja a 8-at, ott a nyuggerség visszaüt egyszer csak a reggelbe, valahogy az az érzés. Istenem, csak reggeli műsort ne ajánljam. Jó, egyébként a táncmotívumra térünk még egy pillanatra vissza. A Gabi megmutatta, mit tud. Ki mikor táncolt utoljára? Én már valami abszolút nem táncolok soha. Ever, never. Tini koromban nem, gátlásos vagyok. Tehát én is azt voltam egy darabig. Hát láttam. De aztán már nem. Aztán volt egy ezzel a hajam, Gabi korszak? Ki mikor táncolt utoljára? Én nem táncolok. Te se táncolsz? Nem táncolsz? Hát én nem tudom, én nekem nincs ritmus értékem. De a táncolsz nem az kell, bátorság. Igen, én is azon bátorság kell hozzá. De téged azt hittem, hogy ilyen kis csábítós táncokat lejtesz. Hát hát azt, ott várjál meg. De Davidet hogy varázsoltad el? Hát valami mégiscsak. Hát azért vannak más eszközök, és nem tudom. Krisztián, te? Én fél éve táncoltam szerintem utoljára, én a feleségemmel elkezdtem járni táncolni. Komolyan mondom. Igen, szerintem egy pár életében egyre ritkábbak azok a közös idők, amit együtt tudnak tölteni, és kitalálta a feleségem, hogy táncoljunk. Én nagyon... klasszikus táncokat tanultad? Nem, a Dérhenének a háttértáncosához mentünk el egyébként, ami hip-hop, meg salsa, meg ilyesmi. És a kis, az új Instagramunkat, a TikTokot azzal szoktuk feltölteni, és nagyon, nagyon, nagyon sokan nevetnek rajtunk. Nem, én azt mondom, 40 éves apukáknak is igenis induljanak el, fogják meg a kis feleségüket, és merjenek el táncolni. Mert ugye a legősibb szerintem mozgás talán a tánc, ami összetart és összehoz embereket. Abszolút. Én sajnálom, hogy nem táncolok, de tényleg nem merek. Iszonyatos én maximum arra van, tehát Havannába egy szalsza stúdióba, hogy elmennék, ahol senki nem ismer, Max. De Laci, te viszont nagyon... Én ma reggel táncoltam. Olyan travolta vagy minden reggel, úgy adáson kívül. A cipőd rajta is maradt. De tényleg ezeket a mozgásokat, került. Amelyek viszonylag gátlástalanok, hogy... A barátod. Hogy ezeket honnan veszed? Ösztön, Gábor, ösztön. De ezt akarom kérdezni, hogy ez ösztön? Tehát gyakorlatilag a belülről a belső... Hát az, hogy valakiben van ritmus, meg érzék, meg nem tudom, a mozgás iránt, az kapod. Te is egy bátor ember vagy azért. Igen. Mert? Hát mert egy ilyen... Csáptáncoskám, miért vagyok én bátor? Te tudod, hogy melyik végtagod mozdul, és aztán melyik a következő? Vagy, nem. Tehát elborul az agyad, és... Nem borul el az agyam, de attól még nem kell tudni előre, hogy várjál most kéz, utána két láb jön, és aztán megint a kéz. Hát pedig ez nincs a tánc. Így. Nem ez a tánc, az, amikor koreográfia... De most milyen táncról beszélünk? Igen. A klasszikus? Bármilyen táncról. Mi a amikor... téma? Tehát most mi beszélünk? Várjál, elmondom hentesen meg nőgyógyásszal. Most keringőről beszélünk, vagy amikor hallasz valamit, és akkor te elkezded így rázni az a testet. Tehát, hát azért nem így. Jó, hát ez nem tánc. Ez nem. Ez nem, ez egy rohamnak hívják. Hát, nem, tök másról beszélünk, gyerekek. Jó, gyerekek, hagyjuk a táncot, jövünk vissza nem sokára, és egy picit a Krisztiánról is fogunk beszélni, mert vele azért nagyot fordult a világ, gyalogos lett, és... És ezen felül, ami még fontosabb, képzeljétek el, hogy gyakorlatilag különböző kijelentésekkel már-már ilyen koeljói magasságokban próbálod motiválni az embereket. És egy csomó mondatom van Krisztiántól. Ja, Istenem, nem jövök vissza, és ezeket mi elemezzük. Mit akar a költő mondani? Jó. Jó? Ez óriási. Nem lesz. Jó. De jó. Jövünk vissza a reklám után. Vagyunk, és folytatjuk Jakucsek Gabival, Hargitai Beával, Berki Krisztiánnal és Lovász Lacival. Krisztián mégis maradt velünk,
mert szerintem ő is kíváncsi, hogy a nagy-nagy klasszikus idézetei közül melyeket fogjuk most itt egy picit elemezni, de tényleg az előbb mondtam, hogy azért sok minden változott, most ugye biciklizel, rollerezel, gyereket csinálsz, BKV-zol, vonaton is ültél, gyalogolsz, tehát hogy ez egy teljes... Mint egy ember egyébként, igen. És ez nagyon érdekes kijelentésed volt, az, hogy a 8000 lépés, mondtad te, 8000 lépés naponta a célom. Igen. És ez azért érdekes, mert régebben még azt mondtad, hogy aki 20 méternél többet gyalogol, az koldus. Ez a 8000 lépés, ez most az anyagi helyzeteted is kifejezi? Szerencsére még nem, de a 8000 lépés az egy ilyen lépésszámlálón keresztül történik. Az mindegy, hogy számolod, de hogy viszonylag, de ez egy kényszer. Viszonylag jó és jövedelmező bevételt generál egyébként a lépésszámláló is. Mert egyébként reklámozok egy ilyet, úgyhogy... Tehát, hogy korábban 10 évvel ezelőtt valóban azt mondta, hogy a kocsiból ki, hogy aki 20 méternél többet sétál, az koldus. Ma már inkább azt mondom, hogy sétáljon mindenki, és lehetőségen azzal az applikációval, amivel én is. Ó, ja! Én meg azt hittem, hogy a Bentley adott egy lépésszámlálót. De most majd hát a BKV-nak lett volna esze, ő adott. Az ő adott volna. Jelentkeztem is, hogy mi lenne, ha jelennék az új reklámmal. Biztos, ugye. És neked adtak bérletet meg? Tehát fölengednek? Vettem jegyet. Vettél jegyet? Egyébként furcsa volt, mert maga az eljárás, meg hogy oda kerülök, oda jutok, hogy kell venni, hol kell felszállni. Az nem, egy kaland? Nem, kaland volt, teljes kaland. Most viszont azt érzem, hogy jövő héten elviszem a kislányomat villamosra, és versenyzünk a Mazsival. De a Mazsi jön kocsival, meg a pocaklakóval, mi megyünk villamos, és melyikünk ér oda, hamarabb a suliba. De jó. Verseny, igen. Képzeljétek el, amikor felszáll a 99-es buszra, hogy ott az mit gondolna? Hát mit, megnyugszanak az utasok, hogy legalább nincs előttünk egy autóban. Na, de ez tök jó egyébként, hogy motiválod az embereket, mint ahogy egyébként a többi ilyen, hát, ilyen idézetekkel, amiket most itt elétek tárok, olyan mondataid vannak, Krisztián, hogy én arra kérlek, be a téged is, de ugye van egy művészettörténészünk, van egy már-már irodalmárunk, te egy ilyen wannabe intellektuel vagy. Igen, nagyon szeretnék az lenni, igen. De... De jó, de azért fogod ezt tudni kezelni. Ah, de nem megy. Na, azt mondja Krisztián, ezek gyönyörű Berki idézetek. Senkit sem érdekel a történeted, amíg nem nyersz, tehát nyerj. Jó. Ennyi Én így görgetek tovább a szétszentségezet. Mondok erre egy példát. Például, hogyha hosszú Katinka nyer, az előtte lévő története, mennyit edzett, mit csinált, senkit nem érdekel, és hozok párhuzamba vele egy olyan hölgyet, aki most paralimpikon lett és nyert a Illés Fanny, akivel én átúztam a Balatont. Mert hogyha hosszú Katinka vagy bárki megúszza az aktuális szintet, akkor az úszószövetség támogatni fogja, de mégsem érdekel senkit a története, a korábbi története, egészen addig nem nyert. Az Illés Fanny úgy nyert most Tokióban a paralimpián, hogy előtte szponzora se volt, segítsége se volt, az úszodáig alig tudott eljutni, tehát mindenkinek más a története. Ezzel inkább azt akarod mondani, hogy akkor vagy érdekes, amikor nyersz, amíg nem nyersz, nem. De a történet mégis érdekel, tehát engem mi riporterek vagyunk. Engem az érdekel. Ugye? Hogy jutott el odáig? Így van, bennünket a sztori érdekel. Aztán a következő, hogy most nem fog eljutni. Átlag emberekről beszélünk, akik ott vannak és követnek engem. És például pontosan, hogy értik-e vagy nem értik azt, hogy mondjuk én miről beszélek, ti értitek, mert titeket érdekel az emberi történet. Más meg csak akkor érdekel, amikor éppen nyert. És én pont erre szerettem felhívni a figyelmet, hogy mindenkinek van egy története. Jobban jársz, ha nyersz. Ez a lényeg. Ez így van. Csak akkor jársz jól, hogyha nyersz. Következő az. Alázatosság egy csodálatos tulajdonság, annyira erőteljes, hogy még akik nem alázatosak, azok is értékelik. Tehát értékeled. Röviden igen. Ebben én belegabajodtam, bevallom. Tehát, hogy annyira jó dolog ez az alázatosság, hogy én, aki nem vagyok alázatos, ahhoz, még én is leborulok előtte. Ahhoz, hogy valamit elérje, kell hozzá alázat, szerintem. Neked van? Neked van? Nem vagyok benne biztos. Na, akkor most jön a lényeg. Na most jön a lényeg. A testedzés hasonlít leginkább az igazságos élethez. Annyit kapsz vissza, amennyit beleadsz. De látom, hogy ledöbbentetek. Hát, én nem
bántam. Igen. Sose edzettél igazán. Nem kell mindent kimondani, ami eszedbe jut. Nekem erre... Tehát, hogy... Hát jó, hát igen. Tehát, hogy... Teljesen saját tapasztalat, 30 évesen fogtam először súlyt, tehát nem úgy születtem, hogy izmos voltam. 30 éves voltam, és 11 éves súlyzózok. 2009-ben például futottam maratont, ugye az, aki nem tudná, 42 kilométer, voltam 105 kiló, utána voltam 127 testépítő, tehát hogy... Azért tehát, hogy te lefutottál 42 kilométert. 42,125 pontosan a maraton. Csalás nélkül? Nem tudsz csalni. Nem tudsz csalni? Igen, hát, négy óra, 7 perc. Dehogy nem tudsz. Közizében, hogy ezt nézted ki belőle. Tehát ezek szerint elindultam, hogy csontcsolás. Igen. Beültem egy kocsiba, előre vittek, ez a 100%. 4 óra 7 perc. 4 óra 7 perc. Biztos, hogy nem hiszem el. De ez van 8000 lépés. Várjál, most jönnek a mélységek. Nem áll. Ja. Ahhoz, hogy egy történetnek sose legyen vége, el kell kezdődni. Ezt a feleségemmel közösen. Yes, minden, ezt ketten csináltatok, ez legyen. Ez az idézet egy feleségemmel lévő közös fotóra értendő. Mindenki azt mondja, hogy mindennek vége lesz egyszer, és én ezt szeretném megfordítani. Szeretném. De a rossznak is vége lesz, az is jó. Igen, Isten minden elmúlik. Tényleg? Minden elmúlik. Hát minden. Na most ne idegesítsél. Minden elmúlik. De minden. Gondolod. Nem. Hát ez megőrülök. Hát ne idegelj már. Minden el fog múlni? El. Mindenkivel? Minden. Minden elmúlik. Igen. Igen. Nyugodj meg, Krisztián, igen. Van az anyag megmaradás. Én meg akarok maradni. Hát azt, hogy te mit akarsz, az szerintem csak téged érdekel, de senki más nem. Az kevés lesz akkor elmúlni. Az konkrétan azt a nem tudom hány követődött az Instagramon, azt nagyon csúnyán át. Ezzel. Na még egy utolsót mondok. Nem áll, bocs. Bátorság kell, hogy a veszély felé fuss, ne pedig előle. Ezt nem tudom életszerűen értelmezni. Hát nézz szembe a félelmeiddel, például így le lehet fordítani. Na tessék, hétköznapi magyar szépen nyelvre. Hát az acit fel kellett volna hívnom előtte, pontosítás végre. Nézz szembe a félelmeiddel, Gabi, te mit látsz ebben? Bátorság kell, hogy a veszély felé fuss, ne pedig előle. Hát én ezt hülyeségnek hívom. Ezt hogy tudod, mit tudom én, állsz egy vonat... Arra menjek, vagy arra, biztos, hogy arra igen, menjek. Igen, állsz egy vonatcsinál, és jön a TGV. Vagy ülsz a Sydneyben a tengerben, és jön a cápa. Te vannak hogy... olyan szituációk az életben, amikor a nehezebb utat választhatod, és választod is. Van ilyen szituáció. Uh-huh. És ez bátorság kell. Szerintem igen. És ezzel lehet, hogy nyersz. Tehát ez volna a konklúzió. Értem. Jó, Krisztián, tudsz-e nekem egy bölcsességet most kreálni, úgy, hogy mondok neked három szót, három fontos szót? Biztos tud. Na tessék. Jó, bármilyen bölcsesség jó. Lehet, általában ez egy összetett mondat, a legjobb, ha van egy vesző benne. A három nagyon egyszerű szavak, de fontosak. Az egyik fotel, a másik fölény, a harmadik elfogadás. Tehát fotel, fölény, elfogadás, olyan sorrendben használod, hogy akarod, tudsz-e ebből egy bölcsességet kreálni? Azok, akik ülnek egy fotelban, és fölényesnek gondolják magukat, azoknak is csak azt tudom üzenni, hogy az elfogadás fontosabb. Oh. Jó. Szép! Na, egyébként mikor lesz a baba, Krisztián? Mikor jön a baba? Remélhetőleg 6 hét múlva, tehát remélhetőleg van még 6 hetünk. De már majd itt vagyunk. Hát azért még abba befér egy Maldív, nem? Képzeljük, hogy idén nem voltunk sehol. De. És a feleségem rosszul van szerintem. Na, és akkor vannak már rá szponzorok, meg minden, tehát hogy jó lesz a buli? Jó lesz egyébként, tehát a megkeresések azok megvan. Szerintem ez egyértelmű egy közszereplőnél, főleg akkor, hogyha nem olyanok a belső számai, mint a Lovász Lacinak, hanem sokkal jobban. Hát szóval, ha ilyen idézetek kellenek hozzá, akkor nem baj. Akkor nem. Lényeg az, hogy igen, tehát a szponzorok lesz. Szponzorok megvannak, apás szülés lesz valószínűleg, és nem tudom, hogyha úgy alakul, és mondjuk én is bírom, és a Mazs is bírom, akkor lehet, hogy élőben közvetítem. Ez hogy? Na ez a keményem. Így? Na, így, és te kommentálod közben, szólsz a Mazsihoz is. Testkamerával. Te megőrültél? Fedezek egy testkamerát, csak a kezem látszódik.
Csak a két kezem látszik, és mondjuk a mazsi. Igen, meg az orvosok, a bába, ha eljössz, akkor te is. Ez egy ilyen meghívó. Lehet venni. Egyébként az nem hülyeség, ez otthon szülés lesz, hogy mondod, hogy a bába. Nem otthon szülés lesz, valószínű, de hogy... De van egy szponzor bába. Valószínű, hogy nem. De igen. Bába áruház. Bába tusztűrdő, minden jön majd. Igen, szerintem az életem egyik legfontosabb meghatározó pillanata. Nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogy hogyan zajlik egy szülés. De igen, tisztában milyen... vannak, mert a YouTube-on megnézik. Na, hát akkor minket igen. is meg tudnak nézni, még nem tudom melyik csatornán. Mert az, hogy egy férfi, vagy az de apa live? Rögzíti valami emléket, azt még elfogadom. De az, hogy ez közkincsét esze, tehát én live-ban nézhetem? Uh-huh. Igen, szerintem igen. Oh, és wow. A mazsi megengedi, igen. hogy minden. Te tud róla? Hát hogy ne tudja? Jó, a feleségem, vele szoktam ilyet megbeszélni, nem veled. Ez szerintem ez egy nagyon szép dolog, egy nagyon fontos dolog, egy új élet megszületésre. Ez egy személyes családi dolog. Igen. Igen, de ettől függetlenül viszont betekintést engedünk egy bizonyos szintre. De te ez narrálod közben? Tehát igen, biztosan. Mi nem hiszi meg egy profit? Milyen profit? Hát a Gundit, vagy nem tudom. Láttam már ilyet, mert szerintem ez attól személyes, ha te csinálod, hiszen rólad szól. Mint az összes social médiás platformod is, ha te kezeled, akkor rólad szól, akkor a tiéd. Az, ami nekem szimpatikus volt ebbe, amikor mondtad, az jaj, pont... Az, hogy a személyes, meg hogy ilyen még nem volt, és most egy pillanatra meginogtam, amikor mondtad, hogy attól félek, hogy ha te kommentálod, te veszed fel, mondjuk én nőként nem engedném, de ezt el tudom fogadni, hogy valaki engedi, hogy pont nem éled meg. Ha melózol, nem lesz személyes, intim a dolog. Nem tudsz benne dolgozni, hiszen pont az, hogy az érzelmek elvisznek, ez pont azért jó, mert ez nem egy szerkesztett műsor, és még bizonyára tudjátok, mert tévések vagytok, hogy bekapcsolsz egy kamerát, és elfelejtetted, hogy ott van a kamera. Na igen, de mégis narálok. Jó, tegyük fel a Gabi, a mazsi. Menj egy picit oda a közönség felé, és mondd meg, hogy mikor kapcsolod be a kamerát, és mi az a mondat, amivel bejössz hozzá. Arra vagyok kíváncsi. Ő szól nekem, hogy menjünk, mert úgy megindult a szél, és bekapcsolom a kamerát. És akkor bekapcsolom a kamerát, és akkor innentől... És menjünk. Hölgyen és uraim, elindultunk Mazsival a szülőszobába. Mazsi nagy részgul, a pulzus a 170. Nem szólok a nézőkhöz, a Mazsihoz beszél. Csak megy a kamera. Csak megy a kamera. Akkor nem narálod, hanem csak apaként szerepelsz. Így van, apaként szerepelek. Így már szimpi? Nem. Oké. Kint van a feje, de most egy rövid üzenet támogatóinktól. Nem. Ez a része nem. A reklám után megmutatjuk a vállát. Nem, azért élő. Pontosan ezért élő. Tehát nem reklám, meg nem főszponzor, meg nem termékehelyezés, hanem két ember pillanata és életem, és a harmadik emberé. Ezt te tudom, hogy te nem érted, hiszen sose csináltál ilyesmit. Hát egyébként... Sok mindent nem csináltam, amit értek, de... Minden humort félretéve tényleg komplikációmentes szülést és sok boldogságot kívánok. Köszönjük szépen. Igen. És most nem olyan komplikációra gondol, hogy lemerül az aksi a kamerában. Te tudod még a sárba húzni ezt? Mi? Én most a Krisztiánt megértettem. Nem mondom, hogy én így csinálnám, de megértettem Krisztiánt. Na jó, egy hát másik... Hát te eszed is elment. Na... Egy másik téma. Feltűnt a YouTube-on egy videós, aki egy nagyon cuki malacos videókat csinált, és dokumentálta minden nap, ahogy ő a malacával milyen kalandokat él át, egészen a malac megérkezésétől, a szobatisztaságra nevelés, akkor együtt fürödtek, akkor vakargatta, meg minden. És az elején már világossá tette a nézőivel, hogy ő úgy tartja nyilván, mint egy barátot és egy háziállatot, de a századik napon ő le fogja vágni és megenni a malacot. És ez így is lett, a századik napon 3 millió ember nézte, hogy a kis kedvencüket először megmossa, de aztán ugye egy vágás után olívaolajban meghempergette a szeleteket, só, bors, és akkor ilyen borostyán barnára megsütötte a sztéket, és elfogyasztotta a kerti grillről levéve azt. Na, nézzük meg egy összefoglaló videóját ennek, jó? Thank you.
Na. Hát, bocsánat, 100 nap után vágtál, akkor milyen születésnapja volt a Malacnak? Az első. Hát az első, hát Malac években számolva ez lehet, ja, hogy a 30 nap után volt. De nem is ez a lényeg, hadd mondjam tovább a történetet, hát nyilván mindenki kiakadt, mindenki pszichopatának nevezte a csávót a kommentekben, és hát ugye a PETA, az állatvédő szervezet is felszólalt, azt mondják, hogy a disznó okos, kíváncsi, játékos állat, megölni őket éppen olyan, mintha a családi kutyának elvágnád a torkát. Valamint javasolták, hogy az emberek ne nézzék ezt a csatornát, és érezzenek együtt az állatokkal, és ne egyenek disznót se, más állatot. A PETA, csak hogy róluk is legyen szó, People for Ethical Treatment of Animals, azaz az emberek állat, az állatok etikus bánásmódjáért szervezet. A honlapjukon egyébként azt mondja, hogy ők ugye a fő céljuk, hogy leleplezzenek laborokat, ruhagyárakat és állattenyészeteket, ahol az állatok szenvednek és olyan körülmények között tartják. Itt ugye a szenvedés az nem volt. Tehát ez semmi ennyire... All inclusive volt a disznó. Teljesen all inclusive volt a disznó. Így van. Aztán jött egy fordulat. A youtuber feltöltött egy videót arról, hogy a malac jól van. Egy másikat tálalt fel magának. Na és most jön az érdekes. Ugye itt van a PETA az ő szervezetével, az üzenetével, aki azt mondja, hogy ne, meg jaj, meg hú. És ott van ez a videó, és ez a fickó, ez azt akarta bemutatni, hogy minden malacnak megvan a sztoria, a története, és ebben a tudatban együnk húst. Szerintetek melyik a hatásosabb? A PETA, mint szervezet? Sírsz? Nem, én eleve nem tudom megenni, tehát nekem az a bajom, hogy én meglátok egy ilyen fejet, és problémám van. Tehát ha én felismerem az állatot, akkor nem tudom megenni. De aha, ez az én lövésem, tehát ez nem tudom mit csinálni. Mi is megettük a Zsuzsit. Na, Zsuzsi jól nevetett. Zsuzsi? Én falusi lány vagyok, én Szegeden falun nőttem föl, nekünk voltak malacok, tehát minden állat, amit el tudsz képzelni a nagymamáméknak, és volt Zsuzsi, a vietnámi csüngőhasú törpemalac, az, és sok ilyen malac volt, és annak sok kis malaca volt, és ez tehát minden vasárnap, vagy mit tudom én, tehát vagy csirkét vágott a nagyanyám kakast, akármit, vagy a izéket, de Zsuzsi az mindig ilyen állandó volt, ott be is jöhetett az izébe, mm-hmm. És akkor egyszer csak Zsuzsi már öreg volt, és akkor... Megettétek. Megettük a Zsuzsit. Minden. Hát úgy na, és akkor megettük a Zsuzsit. Jó, a disznó haszonállat szerintem, tehát kezdjük innen. Tehát azért egy olyan dologról beszélünk, ami a, talán a világ bármely részén haszonállatnak minősül. Meg azaz... azért próbálnál meg azért egy vidéki néninek, meg akik tényleg tehát nem boltban vásárolnak. Vidéki néninek próbálj meg azt elmagyarázni, hogy mi keresni valója van a disznónak a házban. Igen. Vagy mi keresni valója van egyáltalán ugyanabban a helyiségben, ahol az ember? Ja, egy vidéki néni megnézi ezt a YouTube videót, azt mondja, hogy mi fölengedik a kanapére, le kéne vágni az ilyet. Igen, igen, hiszen haszonállat. Itt azt gondolom, hogy van egy ilyen etikai kérdés, ami fontos, mert nyilván Zsuzsi egyébként tök jól érezte magát nálatok. Azért az nekünk rossz, azért mi is furcsáltuk, tehát azért az nem esett jól, sőt a nagybátyám nem is evett a Zsuzsiból, mert azért a Zsuzsi azért az úgy hozzánk nőtt, tehát nekünk nem lett megmondva, hogy ő a Zsuzsi vasárnap délbe a krumplipüré mellé. Csak utólag. Csak utólag, az tényleg furcsa volt, mert a Zsuzsival mi is játszottunk. Értem, megértem. Egyébként abszolút megértem. Nem, itt ugye van az etikai kérdés, mert PETA azt mondja, hogy ezek a laborokban, meg tehát nem méltó körülmények között tartott állatok. Nektek fontos-e az, hogy tudjátok, hogy az az állat, amit megesztek, az boldogan nevelkedett. Tudjátok, ez most egy trend, Jamie Oliver is mondja a csirkékkel, mindenkinek. Fontos-e az, hogy tudjátok, hogy ő boldogan nevelkedett, és nem szenvedve? Most már nálam legalábbis már mindegy. Tehát én már hiszem, annyi húst megettem, és soha eddig a percig, amíg ezt nem mondtad, nekem eszembe nem jutott, hogy megkérdezzem az étteremben, hogy de egyébként ez egy boldog marha volt. Én azt mondanám neked, hogy az volt. Hát, ebben, hogy, és ez egy költői kérdés. Tehát, azért, hogy én boldogan menjek haza, nem a marha számít. Tehát a saját hazugságomat akarom hallani. Érdekel. Engem nem az érdekel, hogy 40 éves lettem, elkezdett az érdekelni, nem érdekel, hogy boldog volt az által, hanem egyáltalán egészséges-e az a hús, amit elfogyasztunk. Uh-huh. Mert inkább ez a probléma, igen, szerintem, és a Peti is erre hívja fel a figyelmet, hogy ahol nevelkednek, és ahogyan nevelkednek. És de nem azért, hogy te most egészségtelen húst eszel, nem érted, aggódik a PETA, hanem azért, én hogy értem. Én ezt pontosan értem. Én viszont szerintem az embereknek azért kellene aggódniuk, hogy egészséges húst kapunk-e, vagy nem egészséges húst. Ki milyen húst evett utoljára? Most így, ami eszetekbe jut legutoljára. Lehet az felvágott, kolbász, sült. Kacsa. Kacsa?
Prágában? Kakaós csigával kacsa. Kacsa, mikor rossz volt a kacsa? Tegnap ettem tegnap? A kacsát. Itthon? Itthon ettem itthon a kacsát. Tudod-e, honnan van az a kacsa? Fogalmam sincs. Nem is érdekel. Hát éhes voltam, na. Krisztián, akkor te mit nézel? Tatár Szentgyörgyi, Laca barátom által nevelt csirkét ettem tegnap, és én már csak olyan csirkét eszek, és olyan disznót, amit a Tatár Szentgyörgyi Laci... Ez is szponzor? Létre. Nem szponzor, sőt, azt gondolom, hogy befektetője vagyok ennek a tanyának, pontosan azért, hogy a családom és a környezetem... saját vállalkozás. A családom és a környezetem egészséges húst tegyen a jövőben. Oké, ez egy tök jó irány, Gabi, felvágottak, fóliázott. Nagyon kevés húst eszem, nagyon keveset, de nem, egyszerűen nem kívánom. Tehát, nem kívánom, de jó, egy marhapörit azt igen, meg a pacalt is. De nincs logika az én fanyalgásomban. A disznófej nem, de a pacal jöhet. Ja. Pacal, jöhet, de a disznófej az nem. Ott felismerem, az nem jó. Hát a minél felismerhetetlenebb, hogy cafaj. És ha darált húsból csinálok neked disznófejet, az is zavar, mert az én is csak a motívum. A motívum. A darált hússal vagyok a legjobb barátságban, mert abban az egy bármi. Érted? Az én azt tettem, én töltött paprikát magam főztem, és sertéshús. És sertéshúsból, és te sem néztél utána, hogy honnan van az a hús. Hát annyit néztem meg, hogy mikor jár le az a fólia. Hogy... Számít-e például a sajnálatom, mert mondtad, hogy ha rád néz a malac, akkor már nem eszed meg a testét. Igen, ott már van egy kontakt. Számít-e ilyen jellegű érzelmekben, sajnálatban az, hogy milyen fajta állat, tehát hogy hal, vagy szárnyas, vagy szarvasmarha, hogy mennyire sajnálod? Számít. Na mi? Ha visszolygok tőle, akkor nem. Akkor kevésbé érzek érzelmet, pozitív érzelmet. A pozitív érzelmet olyan érzek, mert olyan cuki, olyan pici. Igen. Tehát a pozitív érzelmet érzel egy állat iránt, mert tetszik, vagy mert élményed van, akkor sajnálod. És mondjuk egy hal nem tetszik, és egy marha tetszik? Igen, a bocsi. És hogyha kiraknak egy halászlevet, egy marhapörit, és egy csirkekörit, eléd, és a halászlével szemben egy tányéron ott van a pontyfeje, a marhánál ott van a marhafeje, és a csirkekörinél ott van a kis csirkefeje. Akkor egyiket cserném meg. Egyiket csernéd meg. Még a halászlevet sem? Még az egész csirkével is problémám van. Meg és kapaszkodik ki a lábával, így jön kifelé a fazékból. Nem lehet megenni, nem lehet megenni. Te megeszed azt is? Hát hogy a viharban? Hát a kis Zsuzsit megeszi, annyi közös év után. A legjobb a kockahús, tudod, kockahús. Turizmus ez szerintem nálatok abszolút. Hogy a viharban? Szerintem bárki, aki itt ül, azok az emberek úgy esznek, hogy éhesek, és amit megkívánnak, azt fogyasztják el. Nem ez a jó táplálkozás, nem ez a megfelelő táplálkozás. Otthon, én is megválogatom, tehát én olyan hentes. Tudom, hogy farmja van, Prágában. Uh-huh. Farmja van, és tudom, hogy nem adnak például antibiotikumot, meg hormonokat az állatoknak, tehát ott veszem. De vagy hogyha lenyomoztad, utána jártál, vagy csak elhiszed neki, mert neki elhiszed, nekem nem. Neki elhiszed, nekem nem. Így van. Ez hát ő egy csehentesnek jobban hisz, mint neked, Krisztián. Én Laci tanyásomnak nem hinnéd el, hogy a csirkének nincsen semmilyen más hozzáadott értéke. Valamelyik kötetben eszébe jutott valaha, hogy vega legyen? Igen, én voltam sokáig. Igen, te is voltál vega? Igen. Laci, te? Mi voltam én? Nyers vegán. Voltam 3 hónapig. Nyers vegán? Annyira durván voltam, hogy azon a vegán, nem is vegán, hanem vegán egyből? Hát azt mondta a feleségem, hogy most ezt csináljuk, azt akkor ezt csináljuk. Vegánokkal ne vitatkozz. De tényleg. De az amerikai színész Chris Pratt azt mondta, nagyon érdekes egyébként ez a gondolat, hogy az ember egyébként vadászik, tehát ő ebben a tudatban, szóval csak azt a húst ehetné meg az ember, amit ő ölt le. Na hát bajba ott a vége. Bajba lennénk. Hát te nem, Zsuzsi, valót tűzi, azért ott volt gyakorlás. Hát én falusi lány vagyok. Hát le tudnál szúrni egy disznót, vagy el tudnál vágni egy csirkének a nyakát? Hát, hogyha gyerekem sír, hogy éhes, hát de, meg. Na ez de. Is a motivum. Ez jó. Hát de. Igen. Ez fontos. Hát de. Ez fontos. Na jó, és hogyha
legközelebb akkor ehetnél húst, hogyha neked kéne leölni az állatot, hogy CRISPR-t mondja, akkor mikor ennél legközelebb húst? Soha többet? Krisztián, te azért neki esnél. A családom döntő, tehát hogyha a feleségem és a gyermekem éhezik, akkor azonnal mennék. Akkor azonnal, akár egy marhát. Férfinek ez a dolga. Igen, igen. Férfinek ez a dolga. Hazahozni az élelmet. Az élelmet. Hazahozni az élelmet, ami most manapság mondjuk a pénz vagy a biztonság, korábban pedig az élelem volt. Ti már pénzt esztek? Nem, nem pénzből. Krisztián, ugye sajtvágóval levág a 20 000-esekből egy kicsit. Ezt én öltem le. De Laci, hogyha mit tudom én, ma már csak úgy lehetne CRISPR-t gondolatai alapján étkezni, vásárolni húst, amit bemész a Spárba, ott vannak a borok, a izé, minden, és akkor a húspult az gyakorlatilag egy karám. És akkor onnan ki tud venni a csirkédet magad, van egy vonalkód rajta nyilván, vagy egy élő malacot, hogy akkor te így ennél húst? Hova vinnéd, vagy hol vágnád le? Hát gondolom, hogyha így van megcsinálva, hogy karám, akkor ott lenne egy ilyen fülke, ahol ezt megcsinálhatja a vásárló magának. Nem, azt otthon kell csinálnod, hát azt nem lehet ott, hogy ízé összevérzed. Az bűnös, a kotúzás, az nekünk kell egy gyerekeknek csinálni, meg a bele tisztítani, mi nekünk gyerekünk olyan büdös. Én ezt nem hiszem, hogy te csináltál ilyet valaha. Esküszöm, szívószállal fújtuk a belet. Neked nem hiszem. Hát mondom! Neked nem hiszem. Nagyon jár csinálta esetleg. Nem, a gyerekeknek volt a feladata, dehogy nem, én voltam a legidősebb ráadásul. Te hátuláltál, és nézd, nem, én voltam a legidősebb, többi gyereket, hogy hát az csinálni. Biztos, hogy irányítottam őket, a legbiztos. De nem, én is csináltam, hogy ne, szívószállal fújtuk. Hogy fújtad? Jó van, na. Csinálnátok-e? Itt még mindig ez a kérdés. Gondolkodnék kicsit, de szerintem ja. De hol? Tehát hova a kertbe zuhanytálca, egy lavora nappaliban? Hát szerintem a kertbe hátul, persze. És malacot, vagy csirkét, vagy szarvasmarhát? Ezen gondolkodtam, hogy mi nyilván kisebb állattal kezdeném. Hozzászoksz. És aztán... Igen. Hát a malac az macerás. Nem, ez rohangál. Hát oda kell több férfi embert. Én láttam. Hát én láttam a szolgyat. Akkor, hogy átjössz, az ketten levágunk meg egy malacot. Meg visi, tiltakozik, szóval az igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag a kínzás, a szenvedés, az mind jelen van. Az komoly. Van. Igen. Az jó. Jó, az akkor, hogyha tényleg csak magad által, kezed által leölt állatot ehetnél, akkor melyiket lenne legnehezebb és a legkönnyebb lelkileg leölni? Itt mondok pár állatot. Malac, homár, csirke, ponty. Legyenek ezek. A pontyot én, ha egyszer tudnék ilyet csinálni, akkor inkább a ponttól szabadulnék. Tehát a lelkileg a legkönnyebb a ponty. Nektek? Hát a homár. A homár. Homár az könnyű. Megfogod bele a forró vízbe. Lelkileg az a legkönnyebb? Krisztián? Ponty. A fejbevágós ponty, nem a vízbedobós homár. Jó, akkor maradt még a... Azt élve csinálják, a pontyot meg előtte fejbevágunk. Hát nem nézel oda, csukott szemmel. Nem lehet, de jó érem. Élő testet beledobsz, abban tudod, na minden. Elfutsz. Először megalom. Oké, maradt még a csirke meg a malac. Utolsó malac. Hát ezeket a Bea tudja megcsinálni egyedül közül. Szerintem meg tudom a csirkét, azt meg tudnám. Persze, hát csak levágom a fejét, ez kész, nem? Vagy hogy? Hát, ennyi. Gondolom, hogy a tollak. Hát a tollát ezt leforrázol, kotúzni. Persze. Mi ez a kotúzás? Nem tudod, mi az a kotúzás? Hallott a nagyanyjától. Nem, már nem tudod, mi az a kotúzás. Nem, tudod, mi az a kotúzás? Nem. Az olyan, mint most nálatok az epilálás? Az. Csak le kell forrázni forró vízön, mert akkor könnyebben iszonyú lejön büdös, az nagyon, büdös, nagyon büdös. Erre és akkor azt. Bea, ezt most ezt jó, mondtam, hogy mondta. Büdös az előbb, nem, mondtam, nem, hogy büdös a kotúzás. Mondta. Nem, mondta be a tényleg. Bea. Na, büdös jobban a kotúzás. Figyeljél arra, hogy mi történik. Ja. Na, egy izgalmas témával vagyunk. Jeff Bezos egyébként, ugye a világ egyik leggazdagabb embere, nem tudom, 200 milliárdja van szerkesztőség, ha jól tudom, körülbelül annyi. És, dollár. Bocsáss még, dollár, hogy nem. És azért ezek a übergazdag emberek különböző projektekbe fektetik a pénzüket. Jeff Bezos például az öregedést akarja megakadályozni, különböző projektekbe, kutatásokba fekteti a pénzét. Nem sikerült eddig neki. Erről én miért nem hallottam? Mert fogsz tőlem hallani egy pár perc múlva, amikor visszajövünk a reklám után. Most már itt is vagyunk, folytatjuk Beát. Nagyon izgatja ez a téma. Jeff Bezosról lesz szó, tudjátok, a dollármilliárdosok mindenféle
projektekbe fektetik a pénzüket, Elon Musk autókat lövöldöz az űrbe, Richard Branson saját magát lövi ki, és Jeff Bezos pedig, ugye az Amazon tulajdonosa, 200 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik egyébként, most már a sokadik vállalkozásba fektet be, amely az idővel harcol, azaz az öregedés ellen harcol, és egy olyan biotechnológiai startupba fektetett legutóbb, amelynek az a célja, hogy felfedezzék az öregedés visszafordításának módját. Izgi? Ez nagyon izgi. Na a végén csak lesz valami, ami nem múlik el. Lehet, hogy bejön, Krisztián. Csak megint az én idézetem lesz a legjobb, nem is gondoltatok rá. Jeff Bezos, ő 57 éves, benneteket mikor kezdett el érdekelni az, hogy jó lenne nem megöregedni? Fél évet nyugodtan le tudna tagadni. 38 éve. Ez a Playboy előtt már? Jó, de ez jó volt, bocsi. De miért? Hát ez nem titok. Ez már nem mondjuk. Mi, hogy a 38 évvel ezelőtt volt azt a Playboy? Gondolod, hány éves vagy most? Hát menjél már te a... De... 38. Nem vagy akkor ez 40. A Playboy előtt volt. Konkrétan azt mondtad, hogy a Playboy az minimum 18-nak kell lenni. Nem a beállás. Nem, az 50. Nem, nem. Én fiatalabb voltam, mint 18. De nem kell annyira. Na jó, tehát... Van itt valakinél egy példány? Jó, Bea, téged valóban mindig. Gabi? Téged mikor kezdett el érdekelni? Engem majd most 2-3 év múlva fog kezdeni. Akkor fog kezdeni. Jó, nagyon jó válasz. Krisztián. Én az életminőség javításomra kezdek el fókuszálni, tehát az öregedés nem érdekel, de az, hogy mondjuk ebben a testben, vagy ebben a fittségben tudjam magam tartani még jó sokáig, az tehát, hogy be tudj menni a nyugdíj ellátóhoz, és tud ütni, még be tudj futni, igen. És tud ütni az most a sponzor bevételeim megjöjjenek időben, igen, és fel tudjam venni a bankban. Jó, ez az életed, amiről beszélsz, de hogy... Téged, az életminőségem. Az életminőséged, az úgyis romlani fog. Nem gondolom, tehát ahogy egy sportoló, tehát egy átlagos embernél 24 éves korunktól elkezdünk mondjuk fizikálisan gyengülni. Igen. Ezt ugye a sportolók ki tudják tenni mondjuk 35-40 éves korukig, utána megijön egy negatív hullám. Most a hullámban vagy akkor. Ezt tudjuk kitolni, igen, de hogyha odafigyelsz, egészségre táplálkozol, megfelelően sportolsz, megfelelően pihensz, akkor azt gondolom, ezt ki tudjuk tolni. Tehát Raci csirkéje, plusz a súlyzó, és így, akkor ezt kitolod. Plusz a súlyzó, plusz a stresszmentes élet, plusz a boldogság, pluszban a, nem tudom, a társasági élet. A szponzorok. És a szponzorok. Eddig mit követtetek el, hogy fiatalítsátok magatokat? Ez most lehet kozmetikum, ez bármi. Bea, nyilván neked hosszú a lista. Nekem nagyon, tehát valami ennyi az idő. Nem, hát azért nagyon sok kozmetikai... De ez lehet sport, bármit? A sport, tehát az természetesen az egészséges életmód az nagyon fontos, az alvás fontos. A sportot mondtam? Ezek mellett számomra, amire én odafigyelek, az a külsőség is. Tehát én odafigyelek, hogy megfelelő esztétikai kezelésekre járjak, akár orvoshoz, vagy nem orvoshoz, és... Tök mindegy, már csak valami csinálja már valamit a fejemmel. De nem, tehát az nagyon fontos, tehát hogy a bőröt például azt megpróbálod fiatalosan tartani, az mindig a korból levesz egy kicsit. Én emlékszem, a Beával egy téli találkozásnál éppen hámlasztásról jött, és nem ment rám. Jaj, már nem nézél! Egy olyan kémiai hámlasztás, ami az egész, mint egy kígyót képzelj el, az bebarnul az egész arcod, és lehámlik, de mint a kígyó levedled az arcodat. És körülbelül 10 utána nő. Utána igen. Nagyon szép leszel. És meddig vagy ronda? Akkor, egy hétig, nem? Egy hétig? Legalább egy hét. Nem volt szép. És a Krisztián is azon volt, ugyanaz? Összefutottunk az utcán, nem is értem, hogy mertek kijönni az utcára? Krisztián, te mit csinálsz még? És kevesebb munkát vállalok, és megpróbálok nem melózni. De ez a tényleg, finom bőröd honnan van? Finom bőröm nincsen. Ja. Igazából én azt gondolom, hogy egy rinocérosz bőröm van. Szerintem a férfinak nem kell rá vigyázni a bőrére. Már megint a hülyeségeit. Akkor nincs olyan eszköz, amivel a bőröm minőségére tudnék szerintem vigyázni, férfiként. Te
megőrültél? Miért hát, a férfi bőre miért másabb, mint a női bőr? A bőr. Nem annyira bőr, fontos, hogy mondjuk a mi bőrünk sejmes legyen, mint mondjuk hát a tiétek. Lehet, hogy neked nem fontos. De miért te mondjuk, miért te mondjuk a Davidnek veszel ilyen kezeléseket? Hát micsoda? Hát hogy a vihar? Na mi van a Davidnek az arcán? Nem a Davidnek a bőre. Meg van már így húzva? Nem, neki nem kell, hogy baromi jó genetikája, jól választottam férjet. De én, tehát a bőrét ezt én kezelem, azt, ami nekem krémek, meg ezek az ilyen erős otthoni hámlasztások, ezt neki is csinálom meg otthon. Hát nem okvi, hát ne viccelj, hát tőle. Persze. Jó, meg hát azért 22 úgy, évesen még nekem sem volt bajom a bőrömmel. Laci, te? Én semmit nem csinálok. Semmit? Nem szégyellem, nem vagyok most rá. Egy férfi komolyan fogyókúrásztál, nagyon szépen lefogytál. Bármi lehet, nem beavatkozásokról beszélek. A beavatkozást azt nem hagyok magamon végrehajtani egyelőre. Hát aztán majd eljön az ideje, amikor valószínűleg én magam fogok egy... Majd többször itt összefutunk, és akkor majd hidden megváltozik. Jó, megadod a kontaktokat, akkor mindenképpen. Hát nem tudom, mondom, nem vagyok rá se büszke, se. Igen, hát a testsúly az, ami nálam így... Azzal játszol. Igen, mert az nekem jót tesz a kis lelkemnek, hogyha úgy nézek, hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, Laci. És nem vagy. Laci. Ezt mondod, Laci. Laci, ez a mai nap. Ilyen mindenkinek van. Ilyen mindenkinek van. Bemegyek arra a tárgyalásra, meg... őket, nagyon kemény lesz. Érzed, hogy menni fognak a dolgok, mert jól nézel ki, na, és jól csugárzol az magadból. De én nem költök ilyenekre. Tudom, de mindig elmondod, hogy ezt a 800 forintos krémet, azt vegyem meg a hidratálót, de még nem. No, azért ebben a lényeg lesz, hogy 800 forintos krémekre. Ez nem igaz, mert a hatóanyagot kell megvenni, amik általában nagyon olcsók. Igen, tehát a 800 tudom. Forint, az például egy nagyon reális, 900, egy, például egy hidratáló neked krémre. Neked volt ebben 800 forintos krémed? Volt 50 forintos is. Nem hiszem. Esküszöm, és most is van, a hatóanyagot kell megvenni, nem milyen pedig a brandinget. Milyen egy értelmes asszony, mennyire, tényleg. Nem, pedig kinézetre nem is tűntem. A férjem az nem is szeretem vásárolni, mert én akárhova megyek, tök mindegy, hogy te hova. Te spúr vagy, még mindjárt kiderül, nem? Mindenhova. Mindenhol, és hány százalék kedvezményt kapunk. És ő már nem jön be. Tehát ő már nem mer bejönni. Mi ez a kedvezmény cserül? Sleva. Sleva. Van egy pár százalék Sleva. Jó, tegyük fel, eredményei lesznek ezeknek a Bezos-féle, vagy ennek a Bezos-féle projektnek, és megkapod a szérumot, és kétféle szérumot közül választhatsz. Az egyik, beadod magadnak, és megmaradsz olyannak, amilyen most vagy, de aztán akkor halsz meg, amikor amúgy is meghalnál. Addig élsz, amíg ezért. Vagy a másik, hogy gyakorlatilag hanem örökké élsz, de azért az öregedési folyamat az folytatódik. De ki akar hosszan élni? Nem akarsz öreg, jó, oké, Gabi. Ki akar örökké élni? Hát egyáltalán, hát, de hogy annyira bánt, hogy nem kérdezted meg, hogy mit csináltad, nem merted. Direkt figyeltem. Igen. Hogy tartasz el a sarkába. Igen, mondom, direkt így ül a hallgataiban. De a te nyilvánvalóan jól néz ki. Gabi! Nem elképesztő, mennyi mindent megcsináltatnak a nők magukon? Direkt figyeltem. Gabi, ez nekem a... Ez nem is oda se néz, nem a szemkontakt legyen, tudod? Láttam! Ez nekem annyira be a téma volt. Be a téma volt. Ez be a téma. Nagyon érdekes. Nem így viselkedett? Úgy szeretném elmondani, hogy nem lett még soha felbarva átvágva fel, de még lehet, hogy lesz. De hát nem csak felvarás, átvágás. Hát mit... Egyébként még mindenki tegyen mindent meg azért, hogy minél jobban vitamin nézzen drink, ki. Vitamin drink, mit tudom én. Minden vitamin drinket beviszek, minden vitamint megeszek. Kollagén. Összes kollagén világon fellelhető krémet kipróbálom, szponzorom. Néha a családon. Minden. De nem vagyok hajlandó olyasmit csináltatni, ami a karakteremet megváltoztatja. Viszont nagyon jókat alszom. Mert mi? Kiütnek ezek a gyógyszerek? Mert ebben hiszek. Ha másképp lenne ez az öregedés megállítás, hogy gyakorlatilag az életed bármely szakaszát visszahívhatnád ezzel a szérummal,
akkor melyik szakaszát hívnád vissza, vagy azt is mondhatod, hogy te még várod, még a jó szakasz még jön? Szerintem még 10 éve is jól néztem ki, de... Abszolút, de most is nagyon... De nem úgy értem, de nem szeretnék például 40-35-40 éves lenni már. Nem, kinézett. Mert onnantól jött a jó. Onnantól jött a jó. Jó. Bea? Én nagyon jól érzem most magam. Tehát most ez a legjobb. Fú, én hát ever. Ezt mondtam tavaly is, meg 5 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is. Laci, te? De... Lehet, hogy meglep, de én is azt gondolom, hogy... Sőt, várom, hogy mi jön még. Hát a férfiaknál nagyon jó, tehát az a Sean Connery típus, meg ízi a Sean Connery... Mit mondod? Parom, hogy értek, hogy csalódjál! Nézd! Mert a csalódás azért az egy nagyon rossz dolog. Például a te szépségskáládat hol állítanád meg? Tehát most... Nekem szépségem nem volt, bocsi, csak karakterem, viszont én is azt gondolom a Lacival. Tehát a szépségskálát fölnyomnád mára. Tehát ugye Lacit egy picit... Most vagy a legszebb, ezt akarod Lacit mondani. Egy picit megmarta be, hogy megszerette volna. Megszerette volna. Továbbra is azt mondom, a Lovász és a Berki nem, tud hibázni, és ezután csak felfelé. Ilyen éses mondatok, ne legyenek már neveinkkel. A Lovász azt csinál, mint a... Gyönyörű. Én várom még a csodát. Te rettegsz attól a naptól, amikor tudod, minden belépsz egy sminkbe, vagy bárhol, és Bea, hát úgy nézek ki, mint egy 20 éves. Hogy, igen, nem, amikor hogy nem mondanak már semmit. Ma sem mondtak semmit, nekem kell fölhoznom a témát, hogy ugye jól nézek. Tényleg ilyen. De nem, tényleg én megelőzöm a bajt, és akkor én, megkérdezem, hogy mit mondanál rá? Hát most persze, hogy azt mondod, hogy persze, hogy jól nézek. Úgyhogy én nem vagyok ám annyira ostoba, mint ahogy kinézek. Éves. Jó, utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. A szérum csak annyit tudsz kapni, hogy egy testrészedet tudod most megállítani. Olyan állapotban, amiben van, akkor mit választanál? Ez mit? Arc, mell, popsi, csípő, láb, vádli, hónaj, mit tudom én? Tehát, hogy ilyeség ez. Gondolj bele a kontrasztba is, tehát lehet, hogy mitől összeszottyadsz ilyen asztalcilvává, de van egy brutál feszes feneked, az lehet, hogy nem néz ki jól. Senki hát nem Gábor. Nézi a fenekét, se akkor, így, jó, ezért kérdezem. Ezért... Azért mondom, ez egy nagyon jó kérdés. Mint a férjemet látná. Azért mondom, hogy ez egy jó kérdés, mert itt... A Laci hazamegy és megáll lesz. Azt mondja a feleségének, édesem, drágám, inkább igen. Megállom. És a rajzítóival fogom megmagyarázni. Istenem. Hát nem, ebben igazad van. Tehát, hogy tényleg egy ilyen aszocilva, viszont egy ilyen nagyon jó feszességgel. Ezt választod, de vajon? Hát, Gábor, nem. Na jó, Bea, sokkal jobban érdekel, amit te mondasz. Most meg kell állítanod arc, popsi, cici, has, tenyér. Hát arc, nyilván arc. Az a legfontosabb. Arc, Gabi? Arc, nem kérdés. Arc. Minden mást el lehet mozogni. Igen. El lehet mozogni. Cicire nem? Hát arra vannak kontaktjaim. Krisztián, te melkas. Amúgy is, tehát melkas. Te a testedet ugye nem, építed azért, rendesen. Szerintem egy férfinak a kiállása az a mell, vállszélesség általában, és hogyha most megöregszünk, akkor azon a melkas az, ami az első, ami szembeötlő a fejem, az meg már úgyis mindegy, hogy milyen. Na jó, van, várjuk a szérumot, egyébként szépek vagytok, ahogy vagytok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jakubcsek Gabi! Hargitai Bea! Berti Krisztián, Lovász Laci, volt itt minden. Nagyon jó volt. Jó volt veletek, gyere sűrűbben. Mi egy hét múlva jövünk vissza. Mindenkinek jó éjszakát, viszontlátásra.